A törökországi tavaszból a magyarországi télbe érkezett haza a Nyíregyháza Spartacus, amely 10 napot töltött az edzőtáborban. 8-10 fokban füves pályán készülhetett a csapat napi 2 edzéssel. Volt, aki betegség vagy sérülés miatt nem tudott elutazni, ott volt viszont a több év szünet után visszatérő Gengelicki Gergő, míg az elmúlt héten szerződtetett rutinos kapus Nagy Sándor már idehaza csatlakozott a kerethez. Törökországban 3 felkészülési meccset is játszott a Spari, egy koszovói és egy üzbég első osztályú, valamint egy orosz másodosztályú csapat ellen lépett pályára Feckó Tamás együttese. Nagyon hasznosak voltak, hiszen nagyon erős csapatok ellen játszottunk, hiszen a koszovói bajnoki címért küzdő csapat ellen, valamint a orosz másodosztályban a feljutásért küzdő társaságen, és saját bőrünkön tapasztalhattuk azt, hogy mennyivel gyorsabb a külföldi foci, valamint azt, hogy ugye azért csak komoly első osztályú csapatok, hogy tényleg miben kell fejlődnünk. Ugye nagyon sok fiatal volt velünk az edzőtáborban, nekik volt a legjobb tanulási folyamat, hiszen látták azt, hogy egy nemzetközi mérkőzésen milyen ritmus van, milyen agresszív az ellenfél, és tényleg, hogy milyen más sebességfokozattal játszik. A csapatkapitány Papucsek Barna szerint nem csak az időjárási körülmények miatt volt hasznos az edzőtábor. Jót is tett, én azt gondolom a társaságnak, hogy kint eltöltöttünk 10 napot. Szerintem össze is kovácsolódott még jobban a társaság, és szerintem még taktikailag is érettebbek lettünk. Vasárnap rajtol a tavaszi szezon az NB2-ben, a tabellán jelenleg 9. Nyíregyháza, a sereghajtú Tiszakécskét fogadja Balmazújvárosban. A pályatalaja fogja meghatározni azt a játékképét, hiszen amire készülünk, hogy ezen a fagyott talajon folyamatos játék nem nagyon fog tudni kialakulni, inkább a küzdés és a agresszivitás fog dominálni. Én azt mondom, hogy nagyon párharcerősnek kell lenni ahhoz, hogy ahogy tervezzük, 3 ponttal tudjuk elkezdeni az évet. A 21. forduló további párosítása a következő: Siófok Ajka, Soroksár Kecskemét, Szolnok Budaörs, PMFC Szentlőrinc, ETOFC Szombathely, Békés Csaba Dorog, 3. kerületi TV-je Szeged, Csákvár Budafok és Vasas DVTK.